Óriási volt a tömeg az UDI fizetési szolgáltató ZRT ügyfélszolgálatán. Délelőtt több százan vártak arra, hogy megvegyék a január 1-től kötelező megyei matricákat. Egy autós az atv.hu-nak azt mondta, Foton megszűnt az értékesítés, mert összeomlott a rendszer. A VEKE elnöke szerint minősíthetetlen az előkészítés. Az pedig, mint mondta, minden szakmai érvel szembe megy, hogy az elkerülő utakat is fizetőssé tették. Jó eséllyel bosszankodással telt annak a napja, aki ma akart megyei matricát vásárolni. Sok benzinkúton még nem lehet kapni az új matricát. Sokan ezért rögtön ide, a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT ügyfélszolgálatára jöttek, hogy matricához jussanak. Ez ma nem volt egyszerű feladat, egymásnak adták a kilincset az emberek. Volt olyan is, aki amint meglátta az óriási tömeget, rögtön visszafordult az ajtóból. Sikerült! Aki viszont türelemmel várt, óriási örömmel jött ki az épületből, de a több órás várakozás garantált volt. Mióta vár itt bent? Én már körülbelül 2 órája. És még mennyi? Még 100 valamennyi van előttünk. Úgyhogy majd vacsora előtt sorra kerülünk. Nem olyan végzes, 35-40 perce. Hányos számot? 461-es vagyok, és a 358-nál jöttünk. Már közelítünk, a 400-nál vannak, hát kivárjuk. Ebédre otthon leszünk remélhetőleg, majd meglátjuk. A kormány ugyan 1 hónap türelmi időt adott az autósoknak a matrica beszerzésére, de aki utólag veszi meg a matricát, annak 1470 forint plusz költséget is felszámolnak. Hogyha most rámegyek, már rögtön 1400 büntetéssel kezdik. Tehát már büntetéssel kezdik. Ez egy undorító egy intézkedés, én szerintem. Semmi hát aztán... átmenet, semmi. Úgyhogy, hát ez van. Itt a büntetésről szól az egész. A legtöbb embernek pedig az sem világos, hogy melyik útszakaszon kell fizetni, és melyiken nem. Igazán sajnos nem tudom, mert nem. Az én számomra nem egészen egyértelmű, biztos más tudhatja. A rendszerrel meg... Hát azt tudom mondani, ha egyszer muszáj, akkor muszáj megfizetni. De annak sincs könnyű dolga, aki tudja, mettől meddig tartanak a fizetős szakaszok, mert szakértők szerint vannak trükkök a rendszerben. M0-áson 3 olyan hely is van, ahol papíron ugyan nem fizetős az adott szakasz, viszont hogyha ráhajtunk, akkor csak fizetős szakaszon tudunk lehajtani róla. Több kilométeres szakaszt jelent még így az M0-áson. Az egyik ilyen szakasz az M51-es és az M0-as elágazásánál található, ahol az M5-ös felé haladva rögtön le kell térni az 5-ös útra, mert bár az M5-ösig tartó szakasz ingyenes, onnantól csak fizetős útszakaszra tudunk hajtani. A 4-es út csomópontjánál is hasonló a helyzet. Maglót felől már Gyömrőnél le kell hajtani, mert utána minden irányban fizetős útra tudunk csak menni. A harmadik trükkös szakasz Csömör felől az M3-as csomópontja felé haladva található. Itt már Rákosszentmihálynál le kell kanyarodnunk, ha nem akarunk fizetős szakaszba botlani.